Vasárnap délelőtt tartották a húsvéti szentmisét a Gyulai Nádi Boldogasszony templomban. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszt halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Mária magdolnát az üresen átadó sír megrémítette, félelemmel töltötte el. A húsvét kettős feladatot állít fel elénk, mondta Tracsek Oszkár káplán. Higgyünk és emelkedjünk szólásra. A jelek, melyeket a feltámadt Krisztus hagyott maga után, azok szinte jelen vannak a világban körülöttünk a szentségekben, az Eukarisztiában. Minden, ami szép és jó, az életben egyetlen forrásból táplálkozik. Jézus Krisztus feltámadásában. Kedves testvérek, a legnagyobb ünnep az húsvét és nem a karácsony. Sokszor jobban megünnepeljük a karácsonyt, a húsvétot. A húsvét az ünnepe, kedves testvére. Ahogy a hétköznapok csúcspontja a vasárnap, úgy az egész liturgikus év csúcspontja a húsvét ünnepe, Jézus feltámadása. A Szentmise feltámadási körmenettel zárult.